A Dunaújvárosi ACBK-k edzői gárdája már egészen 4 éves kortól várja azokat a fiatal fiúkat és lányokat egyaránt, akik valamiféle érdeklődést mutatnak a jégkorcsolya, esetleg a hoki iránt. Korisuli programjukkal először a fiatalok a jéggel kezdhetnek el ismerkedni, természetesen a korosztályuknak megfelelő feladatokkal, akár széken ülve a korcsolyával, még csak-csak ismerkedve és folyamatos segítséggel. Mi pedig az U8 U10-es korosztály közös edzésén jártunk azért, hogy megnézzük a legfiatalabbak munkáját, és őket kérdezzük meg arról, miért is választották ezt a sportágat. Az, hogy lehet kolongot vezetni, meg itt van a végén néhányszor lehet szabadon kolizni, meg azért, mert itt lehet a jégen gyorsan kolizni. Azt szeretem a jégkorongba, hogy itt ez csapatjáték, és ide járnak a legjobb barátaim, Csíksebestyén, a Csíkbarnabás. Én 4 éve kezdtem el jégkorongozni, nagyon jó, és mert így legalább megtapasztalhatjuk a legerősebb csapatokat, és a nagyoknál tudunk fejlődni. Engem felengedtek, U10-be pedig még csak U8-as vagyok, de én nagyon örülök, hogy felmehettem egyen magasabb szintre, és én még maradnék egy évet U8-ba, de engem felengedtek U10-be. Mindenki más szempontok alapján választ sportágat, akár magának, akár gyermekének, mert minden egyes mozgási formának megvannak a maga előnyei és hátrányai is. A szülők féltik gyermeküket, így a küzdősportok háttérbe szorulnak, de általában a jégkorongot is a veszélyesebbek közé sorolják. Igazából megmondom őszintén, hogy nálunk ez olyan kézenfekvő volt. Tehát mi régóta járunk jégkorongmeccsre, meg minden, és elég betolja nálunk a pici. És arra gondoltunk, hogy hát ha ez jót tesz neki majd egy kicsit, hogy egy kicsit olyan strammabb lesz tőle, vagy ilyesmi. És nehezen is indult nálunk ez, mert ő tényleg ilyen nagyon anyás, ilyen kis galamblelkű. De most már beleszoktunk, mi a tavalyi szezonba kezdtük, és most már nagyon szereti. A Dunaújvárosi ACBK-k november 9-én szombaton egy egész napos rendezvény keretein belül várják azokat az érdeklődőket, akik szeretnének kicsit közelebbről megismerkedni a jégkorong világával. A rengeteg színes program mellett bárki kipróbálhatja magát a jégen, ahol a felnőtt gárda sportolóitól kérhetnek tanácsot a picik, de bepillantást nyerhetnek a felnőtt öltözőbe is. Ezen kívül például arcfestésre is jelentkezhetnek a kicsik. Szeretnék népszerűsíteni ezt a sportot a városban, ugyanis a felnőtt csapatunk nagyon nagy múlttal rendelkezik, meg nagyon népszerűek, és az utánpótlásba is szeretnék népszerűsíteni. Hát november 9-én szombaton lesz egy teljes jégkorongos nap a gyerekeknek, az csak a gyerekekről fog szólni. Reggel 9 órakor már kezdődünk, bemutatunk nekik egy U10, U8 korosztályos edzést, utána meg a tornát szervezünk a gyerekeknek, hogy lássák, hogy milyen a mérkőzés, csinálunk nekik korcsolyázást, a korisuli program, ami amúgy is már működik, de oda följöhet minden részvevő, kisovodás, mindenki, és utána meg egy szabad korcsolyázást is csinálunk, ahol akár még a szülők is kipróbálhatják a gyerekeikkel együtt. Persze közben itt lesznek a felnőtt játékosok, utánpótlás játékosok, megnézhetik az öltözőket, kipróbálhatják a felszereléseket, ők is beöltözhetnek, és mindenféle más színes kis játékos programmal arcfestése, lesz melegteja, amit a gyerekek szeretni fognak nagyon. November 9-én délután pedig tényleg bárki csúszhat egyet a Dunaújvárosi jégcsarnok pályáján, hiszen délután ismét szabad korcsolya várja az érdeklődőket.